Felkérem dr. Bene Gábort, hol vagy Gábor, hogy tartsa meg előadását alkotmány nemzetgyűlés, az írott alkotmányt és a Szent Korona jogrend, szuverenitás és jogfolytonosság témakörében. Szeretettel köszöntök mindenkit, bevallom férfiasan, hogy én elfáradtam, pedig ugye én naponta foglalkozok ezekkel a kérdésekkel. Én írtam egy szép kis anyagot, de azért előjáróban egy-két gondolatot hadd mondjak. Attila nagyon kedves, nagyon régi barátom, de hát most már annyira belemerültünk ebbe a bennünket gyarmatosító Európa Unió ismertetésébe, hogy most szerintem nem tudni, hanem felejtenünk kéne az Európa Unió kapcsán. Nem véletlenül kértem egyébként ide Attilának ezt a kitűnő anyagát, ugyanis a következő a helyzet, mert ezt nagyon kevesen értik, és szerintem most le fog annál is esni az a bizonyos húszfiléres, aki eddig ezt nem tudta. Ez az oldal a de jure, a jogi szempontokat mutatja, ez pedig a de facto, a ténylegesen. Tehát igaz, hogy nekünk semmi közünk ehhez a nyugati alkotmányossághoz, az ég adta földvilágon semmi, az, hogy a római jogot, majd ezt követően ugye a kódcivilt alapul véve ide is betüremkedett ez a nagyon aljas rabló kapitalista világ, és ilyen formában, ahogy betüremkedett, azt kell mondjam, hogy számunkra azért óriási dráma, mert nekünk van alkotmányosságunk. Azt szoktam mindig elmondani, hogy a magyar történeti alkotmány ma is érvényes. Csak éppen a nemzeti szervezetlenségünk okán nem tudjuk érvényre juttatni. És ez a nemzeti szervezetlenség, ez onnan adódik, hogy most már 200-300 éve folyamatosan megpróbálják hibás tudásokkal teletölteni a fejünket. Jusson csak eszünkbe Mária Terézia híres törvénye, a ráció edukáció. Benne van a bevezetőben, hogy erre a törvényre azért van szükség, mert a közoktatást azért bevezetjük, hogy minél több jó alattvalót neveljünk. És itt az alattvaló szón van a hangsúly. A magyar soha nem volt alattvaló. A Habsburgokig. Ugye beszélt itt nagyon helyesen Laci barátom a Mátyásféle Decretum Maiusról, aminek óriási egyébként a jelentősége. Legtöbben fel se fogják, hogy a vármegyei autonómia volt az, ami miatt nyugodt szívvel bele lehetett egyezni abba, amikor a törököt kiverték és a Habsburgok ránk kényszerítették a nagyon legyöngült országgyűlésre. Rákényszerítette, hogy fogadják el annak a bizonyos ellenállási jognak és kötelezettségnek a törlését, ami ugye az 1222-es aranybullának az egyik lényegi eleme volt. Azért tudta a magyar nemesség elengedni, mert tudták, hogy a vármegyei autonómia legalább annyira erős ellenállást tud biztosítani, mint maga ez az ellenállási kötelezettség. És megvan az ellenállási kötelezettség minden időben, annak ellenére, hogy az a bizonyos országgyűlés ott Pozsonyban, még egyszer mondom, a török kiűzése után, amikor a lehető leggyöngébb volt a magyar országgyűlés, valóban lemondtak róla, de tudták, hogy a vármegyei autonómia az alispánnal ezt méltó módon tudja majd helyettesíteni. Az más kérdés, hogy zsarolásra le lehet-e mondani egy szerzett jogról? Halkan mondom, hogy szerintem nem. Arról nem is beszélve, hogy számomra az a legnagyobb döbbenet, és ezt százszor, ezerszer elmondtam már,
hogy a 46 évi egyes törvényt is zsarolással fogadtatták el velünk. Voros Ilov elvtárs, aki akkor egyrészt ugye a szebb, de a Vörös Hadsereg parancsnokaként is itt állomásodott Budapesten, és ő megzsarolta az akkori összegyűlt, úgymond nemzetgyűlést, hogy ez mennyire volt nemzetgyűlés, ezt most ne vizsgáljuk, mert megszállás alatt nagyon furcsa is lett volna, hogy a Moszkvába összeállított lista alapján összeszedett emberek, akikre ugyan volt valamiféle szavazás, persze, hogy volt, de mondom, ebben nem menjünk bele, a legitimitása is nagyon kétséges ennek a nemzetgyűlésnek, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy Voros Ilov zsarolja ezt a nemzetgyűlést. Erre reagálásként szavazzák meg. Akkor van ma Magyarországon köztársaság. Ilyenkor szoktak a liberálisok felordítani, hogy ez az ember is egy hülye, ez is királypárti. Hölgyeim és uraim, én igazságpárti vagyok, nem vagyok királypárti. Az egy más kérdés, hogy valójában a magyarságnak a királyság intézményével nem volt problémája, a Habsburgokkal volt a probléma, nem a királyság intézményével. De az igazsághoz ragaszkodnunk kell. Kizsarolták a 46 évi egyes törvényt, ami bevezette nálunk a köztársaságot. Ráadásul Mindszenty József, aki nem kalocsai esztergomi érsekként, hanem herceg prímásként, és ez a tisztség, ez egy közjogi tisztség. Ő ebben a közjogi tisztségében megvétózza ezt a bizonyos 46 évi egyest. És ennek ellenére a mai magyar politikai osztály, hölgyeim és uraim, szélső baloldaltól szélső jobboldalig az összes párt ezt elfogadja. Nem tudom, tetszenek ezt érteni? Egyszerűen elfogadják azt, ami elfogadhatatlan. A 46 évi egyes törvényre senki a pártok közül soha nem mondta azt, hogy emberek, de hát ez mi ez? Hát ez lehetséges, hogy egy kizsarolt törvény alapján Magyarország köztársaság. Ilyenkor persze mindig el szoktam azt is mondani, hogy hát mi bajuk van az angoloknak a királysággal? Pedig tudjuk nagyon jól, hogy az egész angol uralkodóház minden egyes tagja szabadkőműves. Mi bajuk van a svédeknek a királysággal? Pedig azt is tudjuk, hogy ott is a teljes uralkodó család minden tagja szabadkőműves. Lehetne ezt fokozni, de nem akarok visszajönni az önök türelmével, hiszen arról van szó, hogy amikor kijöttem ide az előbb, akkor azt mondtam, hogy nem fogom önöket kínozni, mert azért ez a mai nap, ez megmondom férfias, hogy nekem, aki pedig joggal foglalkozó ember vagyok, nekem egy szinte kínzás volt, mégpedig azért, mert a 15 perces előadást azt még úgy be tudja fogadni az ember, és milyen jó lett volna, ha 15 perc után van egy kis lazulás, mit tudom, felállunk, énekelünk egyet, vagy valami, de ezt most komolyan mondom, mert így, hogy most egy órától mindjárt 4 óra, hát ez 3 óra hossza. Ez mi? Nem, én már lejártam. Tehát azt gondolom, hogy egyetlen egy dolog, amit a konferenciánkon meg kell jegyeznünk, és mondom, egy szép hosszú írást írtam, bemértem, hogy pontosan 16 perc, mégpedig azért volt 16 perc, mert azt kaptuk eredetileg, hogy 15, de még 20-ig esetleg ezt tolerálni tudjuk. Magyar stílus egyébként ez, hangsúlyozom, nagyon büszke vagyok a magyarságomra, de magyar stílus ez, hogy ezeket a korlátokat nem tudjuk betartani. Ahogy a Magyar Országgyűlés nem tudja betartani a Szent Korona alkotmányossága alapján működő korlátait, nem is akar tudomást venni róla. A kérdés az, hogy megtehetnék? Mi tényleg szuverének vagyunk? Ugye a szuverenitás lényege az, hogy van ugye államszuverenitás, politikai szuverenitás, stb.
területi szó, ne erről, ebből induljunk ki, hanem abból, és ez, ez az utolsó gondolatsor, amit elmondok, hogy Magyarország speciális abból a szempontból, hogy se nem népszuverenitásban, se nem királyszuverenitásban gondolkodott, hanem kidolgozott egy harmadik elemet, az úgynevezett koronaszuverenitást. Nálunk a korona volt a szuverén. Ugye valakik itt mondták, hogy a királynő hazaviheti a koronát, kipróbálja itt. Nem. Nálunk a koronának volt országa, a koronának volt nemzete, a koronának volt királya, és nem fordítva. Fordítva ül az egész világ a lovon. Ezt nyugodtan kimondhatjuk mi magyarok, hiszen mi tudjuk, hogy mi nem ülünk fordítva rajta. És hogyha ezt megértettük, hogy azért kellett a főhatalmat odaadni a Szent Koronának, mert a Szent Korona nem zsarolható, nem szervezhető be pártba, nem lesz páholytag, egyetlen szabad könyves páholyba se ül be, nincsenek egoista törekvései, gondoljuk végig, ő egy olyan személy, mert személynek tételeződik fel, aki ezeknek a tulajdonságoknak, lehetőségeknek a híjában. A magyar Szent Korona egy olyan államszemélyiség, amely egyedülálló a világban. Csak gondoljuk végig, mit mondott Pió atya? Most nem olvasom fel, itt az írásban benne van, lehetne szó szerint is, de az a lényeg, hogy van egy gyönyörű, egy csodálatos madár, aki egyszer csak kiszabadul a kalitkából. Hát nem arról van szó, hogy mi magyarok ezt a koronaszuverenitás elméletét, amely kiküszöböli a lehetőségét annak, hogy bármilyen személy, egyes ember, hatalmi struktúra élén, akár választva is, azt tegye, amit ő elgondol jónak, és félredobja azt, amit az őseink sok-sok évszázadon keresztül kicsiszoltak. Nem tudom, érthető-e az, hogy a magyar régiségben azért adták oda a főhatalmat a Szent Koronának, mert ahogy Pista bátyám elmondta, gyönyörűen, a szakrális királyok utódaként a Szent Korona, mint személy, tartalmazta azokat a jogelveket is, őrizte azokat a jogelveket, amelyek igazságosak, méltányosak, és amelyek mindig a közjót szolgálják. Minden ember esendő. Azt szoktam mondani, rám sem lehet rám bízni a főhatalmat. De a Szent Koronára igen. És ne felejtjük el, hogy a Amerikai Egyesült Államok, amelyet állandó jelleggel régebben, most egy idő óta már annyira nem, de mindig istenítettek, hogy a demokrácia csúcsa, micsoda nagyszerű demokrácia. Hát egy papagáj, egy senki áll az ország élén. Az az ember szuverén. Mert ugye ki a szuverén? Akinek egy megkérdőjelezhetetlen jogosítványa van arra, hogy a főhatalmat megszerezze, megtartsa, és befolyásmentesen gyakorolja. Az a szuverén. Biden szuverén. Vagy akár a magyar miniszterelnök szuverén. Tulajdonképpen a szuverenitásról egyszerűen ennyit kellett volna elmondani. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Higgyék el, nagyon sok olyan dologról lehetne még beszélni, ami előre viszi az ügyünket, de egy biztos, amit a legelején mondtam. A magyar történeti alkotmány ma is érvényes, így, ahogy itt látjuk, így. De jure, tehát jogi szempontból érvényes, ám de facto a kezükben van minden hatalom, amely ezt megakadályozza. Mindent működtetnek, egyetlen dolgot nem működtetnek, és ez a magyar felsőház. Azt nem működtetik. Ha jól emlékszem rá, 2008-ban tettem egy ajánlatot a Magyarok Világszövetségének a világkongresszusán,
hogy állítsunk fel felsőházat. Sajnos akkor nem sikerült, de bízunk benne, hogy Patrubány Miklós itt ül, védnöke volt ennek a rendezvénynek, hogy ezek után át fogja gondolni, le fog ülni jogászokkal, és végig gondoljuk, hogy hogyan, milyen módon lehet azt az egyetlen intézményt, amely most hiányzik, nem uralkodnak benne azok az idegen elemek, amelyek egyébként uralkodnak rajtunk. Mert Magyarország pénzügyi megszállás alatt van. Már nem fegyveres megszállás, hanem pénzügyi megszállás alatt van. És tudják, mi a borzasztó? Hogy ez a Kádár rendszerbe kezdődött. 82-ben Kádárék rákényszerültek arra, hogy beengedjék az IMF-et. És onnantól kezdve mi pénzügyi megszállás alatt vagyok. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja önöket. Együtt mondjuk el. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Úgy legyen. Köszönöm. Köszönjük Bene Gábornak.